Gyermekkora óta fényképez, de egyetemi évei alatt kezdett el vele komolyabban foglalkozni. A Dombóvári Művelődési Ház és Helytörténeti Gyűjtemény rendezvényein készült életképek, egy szubjektív válogatás, szóval az eseményeken készül, de nem az a célja, hogy bemutassa konkrétan az eseményeket, hanem ott elkapott pillanatokat. Őri Gábor javarészt nem ad címet képeinek. Van, amikor egy képernyő önmagában megáll cím nélkül, de bizonyos esetekben meg jól kiegészíti, jól alátámasztja. Kedvencen talán egyébként egy mások kiállításán készült kép, amit én most elhoztam a kiállításra, ahol egy idős úr, aki rendszeres vendége a könyvtárnak, tekinti meg az egyik, azt hiszem, jutom, hogy Afrikában készült portrét, és ahogy a képen látható az, hogy pont az én objektívemben nézett, mikor egy ilyen egyfajta világok találkozása. Én nagyon szeretem az épület részleteket egyébként. Most például az, hogy embereket ábrázolok, az egy viszonylag új dolog, mert én nagyon sokáig csak ilyen épületrészleteket, ilyen elkapott, ilyen nonfiguratív kis dolgokat szerettem, és ugye a munka kapcsán jött az elő, hogy embereket is fotózok, és most összejött ebből egy olyan anyag, amit már ki lehetett állítani. Gábor nagyon szerencsés ember, hiszen a munkája, a hobbija is egyben.